A gyulai kiállítóhelyek közül az Almási Kastély ad helyszínt adventi programoknak ebben az évben, amelyek december 3-án kezdődnek. Ezek az ajándékozás és együttlét örömére hívják fel a figyelmet kézműves tevékenységeket kínálunk a hozzánk érkezőknek. Valamennyi szombaton négy alkalommal, 10-től, 11-től, délután 2-től és 3-tól. Ezek egy-egy órás tevékenységek, amelyek különböző tevékenységi kört foglalnak magukba. Lehet majd háromdimenziós képeslapot és ajándékkártyát készíteni, de lehet szaloncukrot készíteni, illetve karácsonyfa és asztaldíszek készítésére is nyílik majd lehetőség. Eközben, kint a kastélyparkban pedig egy adventi vásárra készülünk. A Portéka kézműves és termelői közösség vállalta, hogy a szervezőket felajánlásokkal segíti ebben az esztendőben. A kastélyparkba 19 termelő és kézműves érkezik. Ők sok más mellett díszüvegeket, gyöngyékszereket, különleges ételeket, és más ajándéktárgyakat kínálnak. A hozzánk érkező árusoktól nem helypénzt kértünk, hanem tárgyak felajánlását. Ez a vásár e tekintetben tehát egy jótékonysági kezdeményezés is, hiszen az árusoktól, a termelőktől kapott árukat eljuttatjuk rászorulókhoz. A kézműves árusok december 3-án és 17-én. 10 és 18 óra között várják a nézelődőket, vásárlókat. A kasténál saját kezű meglepetések készítésére is várják az alkotni vágyó kicsiket és nagyokat. Óránként más ajándék létrehozásában segítkeznek a látogató központ munkatársai. A vendégek pedig együtt készíthetnek szaloncukrot, fenyő és asztaldészt, valamint 3D-s képes lapot és ajándékkártyát.